Sziasztok, erős már a mi Istenünk! A második leckéhez jutottunk el, és most, ha emlékeztek rá, és ha megnéztétek az első filmet, nem volt 10 perc, úgyhogy ennyit még szerintem azért ki lehet bírni. Ki kell bírni? De hát ez szörnyű, hát aki bírni kell, akkor az már régen rossz. Ja, de hát na mindegy, nem beszélek mellé, mert akkor hosszú lesz. Tehát, azt mondja, hogy a múltkor beszéltünk ugye arról, hogy mit jelent a konfirmáció, és hogy mi az előzménye, tehát a keresztség. Na most a keresztség az ugye látjuk, hogy az egy olyan szertartás, ahol emberek beszélnek, hitet vallanak, lelkész kérdez fele, aztán a lelkész vizet önt a gyerek fejére. Hát itt valaki föltehetné a kérdést, hogy miért csak önt a vizet a gyerek fejére, és miért nem meríti alá. Vannak olyan egyházak, ahol alá merítik, hiszen a baptizó kifejezés, ami eredetileg a Szentírásban szerepel, az a görög szó, az bemerítés, bemártást jelent. Tehát tulajdonképpen a keresztség az a vízbe való alámerüléssel, a Krisztusban való meghalást, és vízből való kiemelkedéssel, a Krisztusban való feltámadást és az új életet, az örök életet fejezi ki. Tehát meghalás és feltámadás, újjászületés. No, az egyház történetében aztán nagyon sokféle formában alakult ez, és eleve az is kérdés volt, hogy hogyan lehet megkeresztelni csecsemőt, aki nem tud még válaszolni, nem tud hitet vallani. És az egyházban aztán különböző irányzatok is lettek, vannak, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy csak már felnőtt, hitvalló keresztényeket lehet megkeresztelni, méghozzá csak a alámerítés formájával. És aztán vannak olyan egyházi közösségek is, ahol megmaradt az, hogy ahol kialakult az a forma, hogy nem ragaszkodunk a víz alámerítéshez és ahhoz sem, hogy csak felnőttet és hitvallót, hanem a hitüket megvalló felnőtteknek a gyerekeit is megkereszteljük, abban a reménységben, hogy amikor majd megnőnek, akkor ők is hitvalló keresztények ki lesznek. És hogy miért nem merítjük alá? Mert Luther így mondta, hogy talán a víznél, a víz mennyiségénél fontosabb a hit. Hát az lenne jó, hogyha eljutnátok arra a hitre, arra a bizalomra Isten iránt, hogy ez megerősítő bennetek. Tehát meg vagytok keresztelve, és a konfirmációkor fog történni egy másik dolog, amit viszont úgy nevezünk, hogy úrvacsora. Tehát a keresztség és az úrvacsora, azt az egyházban a szentségeknek nevezzük. Református testvéreink sákramentumnak mondják, katolikus testvéreink pedig 7 ilyen szertartást tartanak számon, állapotot, amit szentségnek neveznek. Mi evangélikusok 2 szentséget tartunk számon, az keresztséget és az úrvacsorát. A keresztség fejezi ki tehát az újjászületést, az úrvacsora pedig, mint egy a mindennapos, vagy a rendszeres, a Krisztusban való megújulás, tehát a Krisztus testével és a vérével való táplálkozást. Na, honnan ered az úrvacsora? Ugye, ha valaki látott már úrvacsora vételt, akkor azt látta, hogy van egy pici kis kerek mostja, ami igazából csak lisztből és vízből készül, és van egy kehely, amiben pedig bor van. Honnan ered ez a szertartás? Hát nagyon-nagyon régen, ezt még az Ószövetségben olvashatjuk ezt a történetet, ha valaki tudja, akkor most hagyok egy pár másodpercet, hogy ki volt az a személy, aki melyik országból vezette ki a népet, Izrael népét? Ki volt az a személy, aki melyik országból vezette ki Izrael népét? Nagyon régen. Igen, Egyiptomból vezette ki, és Mózes. Isten azt parancsolta neki, hogy vezesse ki a népet, akkor ott rabszolva sorba süllyedtek, nagyon panaszkodtak már az úrnak, hogy jaj, itt nekünk rossz dolgunk van, szabadítson meg az Isten. És akkor az Isten elhívta Mózes, és akkor Mózes elment a fáraóhoz, az ő testvérével, Áronnal együtt, fáraó elé álltak is, hát nagyon határozottan kérték, hogy engedje el a fáraó a népet, hát persze a fáraó nem akart elengedni a népet, akkor jött a húzavona, 10 csapással sújtotta Isten Egyiptom országát, különböző csapások voltak ezek, vizek vérré válnak, békák, szúnyogok, bögölyök, sötétség, jégeső, stb. És az utolsó, a legsúlyosabb csapás volt az, hogy az első szülött fiúgyerekek meghalnak. Az állatoknál és embereknél is. Hú, ez egy nagyon kegyetlen dolog, és az Izrael népét úgy készítette föl az Úr, hogy ők közülük ne halljanak meg az első szülöttek, hogy elrendelte, hogy családonként fogjanak egy egyéves hibátlan hím bárányt, vágják le, süssék meg, és fogyasszák el, méghozzá
olyan kenyérrel, ami nincs megkeresztve, tehát nincs benne élesztő, kovász. Hát kovász nélkül készült kenyérrel, ilyen lepény kenyér. Hát mint ahogyan az ostya is nyilván erre emlékeztet, hogy csak víz és liszt. Erre miért volt szükség? Azért, mert sietősen kellett elfogyasztaniuk ezt a vacsorát, keserű füvekkel, mert készen kellett állni az indulásra, ugyanis ezen az éjszakán átment az Úr öldöklő angyala Egyiptom országára, és minden házban, ahol nem látta a háznak a szemöldök fáját, tehát az ajtófélfán és a szemöldök fán, ami a felső léc, a báránynak a férjét, ugyanis ez volt még az a bárány, amit leváltak, annak a férjével meg kellett kenni az ajtót, és hogyha ahol nem látta ezt a vért, ott az elsőszülöttek meghaltak. Ahol ott volt a vér, oda nem ment be, és ott életben maradtak. És akkor így szerzett tudomást Izrael népe arról, hogy hát őt az Isten most megmenti, és akkor valóban el is indultak. És ennek az emlékére egy nagyon jelentős ünnep lett az izraelitáknál, a kovászban a kenyerek ünnepe. És ezt minden évben megünnepelték. A Új Szövetségben ezt már emlegetik húsvétként is, ami nyilván már egy visszavetítés, mert a keresztények hívják húsvétnak a húsvétot. Ugyanis ezen az alkalommal, ezen az ünnepen történt az, hogy Jézus, amikor ezt a kovásztalan kenyérrel készült vacsorát elfogyasztotta a tanítványaival, akkor ennek egy új tartalmat adott. Azt mondta, hogy nézzétek, az a kenyér, amit én megtörök, ez a kovásztalan kenyér, ez az én testem, ami meg fog töretni, értetek. És ez, ami a pohárban van, ez a bor, ez pedig az én vérem, ami kiontatik, értetek. Tehát tulajdonképpen Jézus ennek a nagyon régi történetnek és ennek a nagyon régi hagyománynak és ünnepnek egy új tartalmat adott, azt mondta, én vagyok az áldozati bárány. Én fogok meghalni azért, hogy nektek életetek legyen. Ahogyan akkor a páska bárány megmentette, és a páska bárány vére megmentette az izraeli elsőszülötteket a tizedik csapástól, az öldöklő angyaltól, úgy mentelek én meg titeket az örök kárhozattól, és vezetlek át benneteket az én atyám országába. Tehát amikor Jézus ezt meghagyta az utolsó vacsorára, ez a páska vacsorán, tehát ez egy rituális, egy vallásos alkalom volt, akkor maradt meg ebből már az első keresztények számára és az első tanítványok számára is az, hogy megtörik a kovásztalan kenyeret, és az Jézus testével, és a bort pedig a kenyeret, amit körbeadnak, azt pedig Jézus vérével azonosítják. Na, ezt nevezzük mi úrvacsorának, és amikor ezzel részesedünk, akkor azt mondjuk, hogy mi most Krisztussal vagyunk közösségben. Ez nem kannibalizmus, nem Krisztus esszük meg, nem öltünk meg senkit, hanem Jézus mondja azt, hogy ő a mennyből alászállott kenyér, ő az, akivel táplálkoznunk kell. Nyilván, hogy táplálkozhatunk Jézussal, úgyhogy hallgatjuk az ő tanítását, az ő beszédét, az ő igéjét. Hát a következő lexikben majd ezekről is lesz bőséggel szó, úgyhogy nagyon köszönöm a figyelmeteket, és most, ahogy szoktuk, az óra végén mondjuk el a Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Befejezésül azért egy házi feladatot szeretnék, illetve visszajelzést azt szeretném kérni tőletek, hogy legyetek kedvesek visszajelezni e-mailben erre a kérdésre való felelettel, hogy mi volt a tizedik csapás? Erre a kérdésre kérek választ mindenkitől, és akkor kiderül, hogy néztétek a videót. És kívánom, hogy legyen kedvetek tanulni, iskolában is, meg ide is, és Isten áldjon benneteket, hétköznapjaitokat, hétvégétek is, és örülnék, hogyha személyesen is találkozhatnánk minél többet. Erős vár a mi Istenünk!